Augusztus 29-én a tanévnyitó ünnepség keretén belül adták át a Károly István Általános Iskola új okostantermét. Szeptember 2-án hétfőn kezdődik meg a 2019-2020-as tanév. A legtöbb újpesti iskolában ezen a napon tartják a hagyományos tanévnyitókat. A Károly István Általános Iskolás Gimnáziumban azonban sok éves tradíció már, hogy néhány nappal korábban tartják meg az évnyitó ünnepséget, ahol a második osztályba lépő gyerekek rövid műsorral köszöntik új diáktársaikat. De vajon mennyire várják a gyerekek az iskola kezdést? Erre a kérdésre Hírman László, az iskola igazgatója válaszolt nekünk. Úgy hiszem, hogy titkolják, de szívük mélyén várják. Nem biztos, hogy a tankönyveket, bár azokat sokan szívesen lapozgatják, de szívesen találkoznak a pedagógusok, és még szívesebben egymással. A tanévnyitón jelen volt Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója, és dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, akik közösen adták át az önkormányzat ajándékát az elsősöknek. A csomagban idén is egy labdát, egy tornazsákot és egy Újpestről szóló mesekönyvet találtak a gyerekek. A tanévnyitó ünnepség keretében adták át az iskola új okostantermét is, amely a Szűcs Sándor általános iskola után a második a kerületben. De nem az utolsó. Okostanteremből ugye egyet már létrehoztunk a Szűcs Sándor általános iskolában, mondjuk ha tetszik, az volt a teszt egy évvel ezelőtt, és nagyon bevált, nagyon jó volt, úgyhogy úgy döntött a önkormányzat, hogy egy ilyen programot indít, és a tankerülettel együttműködésben 8 iskolában tudtunk most okostantermet létrehozni, és jövőre a maradék iskolákba is fog kerülni. Szeptember 2-án további 7 újpesti iskolában adnak át okostantermeket. Név szerint a Homoktövis általános iskolában, a Babits Mihály gimnáziumban, a Bene Ferenc általános iskolában, a Bajza József általános iskolában, a Karinti Frigyes általános iskolában, a Megyeri úti általános iskolában és az Angol tagozatos általános iskolában.